Spanyol Algér döntőjét a 91 kg-os küzdelemben, ez lesz az utolsó férfi mérkőzés itt ma. A plusz 91 kg ugyanis elmarad, sérülés miatt nem tud a ringbe lépni Nicolas Degadze, hanem csak ki tud jönni, hogy átvegye az érmét, úgyhogy Fraser Clark lesz az aranyérmes, viszont hogy a 91 kg súlycsoportnak ki lesz a királya, az majd most hamarosan ki fog derülni, mert hogy Emmanuel Reyes Pla, a spanyol versenyző a kék sarokban, illetve ellenfele az algér versenyző. Abdelhafid Benchabla. Nagyon színvonalas mérkőzések után jutottak el ide a fináléhoz. Itt azért 91 kg-ban már komoly erejük van az ütéseknek is, úgyhogy a mentősök is közelebb húzták magukhoz a hordágyat, de remélhetőleg nem lesz rá szükség. Mindenesetre, hogy kőkemény pofonok lesznek a ringbába, egészen biztosak lehetünk. Jött előre a spanyol, de belesétált a pofonba, úgyhogy az algér neve mellé beúszottak egy strigulát. Mind a ketten bátran harcolnak, és vállalják azt, hogy ők is kapnak egyet-egyet. De azért felelhúzzák a fedezéket. Az algér készíti el a jobb kezét, ballal oda-oda szurkál, a jobbal meg vár, hogy mikor lehet ráhúzni, ugye jön a spanyol előre. Összeakadnak most a kötélnél, aktívabb most volt a spanyol ebbe az utolsó fél percbe. És ő az, aki a ring közepe felől inkább irányít. Egy kis összekapaszkodás, de most már szétválasztják a feleket. 20 másodperc van vissza ebből a menetből. Megint a spanyol talál. Maga biztosabbnak tűnik egyelőre az első menet alapján. De hát ez már az a súlycsoporttól. Egy pofonba belesétál valaki, és véget ér a mérkőzés, úgyhogy itt tényleg koncentrálni kell végig az összecsapáson. Jön akkor a második menet, lehetett mindig rendezni egy kicsit a sorokat, lehetett akár taktikát váltani. Már azt gondolom, hogy a versenyzők közül mind a ketten ugyanazt a stílust hozták, amit eddig láthattunk tőlük itt a 65. bocskain. Készítik elő balla, hogy esetleg jobban ráhúzzanak egyet, de eddig erre nem sok esély volt. Most az algériának van két jó ütése, és aztán beiszed mindjárt egyet, a spanyol nem marad adós ellenfelének. Thank you.
utóbbi 15-20 másodpercben nem nagyon láttunk értékeletütést. Na, ki fog kit? Nagy adok kapokba mennek most bele, és ebből talán az Algérnál is van értékelt, és aztán testen, de úgy tűnik, hogy ott, amit én tisztőtésnek láttam, az lecsúszott az evalá. Fél perc van még vissza a második menetből. Megint a spanyol talál, de talán nem tudott elég erőt beletenni egyik ütésben sem, úgyhogy meg se kottyant az ellenfelének. És mint hogyha fáradna az Algér, legalábbis kívülről nagyon úgy tűnik. De most erőre kap, mert érzi, hogy finish van. Aztán lehet pihenni. De sokat kivett belőle a 10 másodperc, mert összekapaszkodik a végére ellenfelével. Jön akkor az utolsó menet. Abdelhafid Bencsáv egyébként azon egyik versenyzők, akit láthatunk ma, aki már ott van szintén az olimpián, hiszen Afrikából ő, illetve a marokkói társa kvalifikált, és ugye az ázsiai óceáni csoportban egy üzbég, egy jordán, egy új-zéland, illetve egy kazak versenyző került ki, és a negyedik olimpiája lesz egyébként a Algér versenyzőnek, úgyhogy nem akármilyen szintet képviselő. Nagy reményeket fűznek hozzá, hogy Abdelhafid ma is megmutatja azt, hogy miért uralja a súlycsoportot. Olyan régóta már Algériában. Most azonban a spanyol Reyes Pla pillanatait látjuk. Kicsit olyan elkeseredetten jött előre az Algér, és próbálja összedni az erejét. Az utolsó perc kezdődik hamarosan. Ez rövid. A spanyol se talál most. Közben az Algér szurkolók három infarktust kiordanak itt a nézőtéren.
gyakorlatilag mindig mutatja az ütés kombinációt, hogy mit is kéne a versenyző társnak itt végrehajtani spanyol ellenfele kárára. Rutinos egy picit megpihen az Algeri, az utolsó 20 másodpercre talán össze hoz még annyit, hogy abból legyen ütés, de egyre jó az elhajlása a spanyolnak, mind a kettőször csak a levegőbe suhant el az ütés. Oda-oda szurkál a spanyol, még 10 másodperc. És most van vége. Ladies and gentlemen, we are by split decision.